őszinte baráti szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon nagy öröm számomra, hogy én mutathatom be és adhatom át önöknek Kalapparkunk legújabb fejlesztését, a konferenciatermet. De mielőtt ezt megtenném, engedjenek meg nekem egy kis kitérőt. Visszareppennék rögtön 10 évet az időben, 2008-ban, amikor a Kalandpark még ugyan nem üzemelt, de a játékok fejlesztésén már gőzerővel dolgoztunk, a főépületnek az alapkövei már lelettek téve, és az volt a célunk, és az volt az álmunk, hogy létrehozzunk egy olyan élményparkot, ahol mi magunk is jól éreznénk magunkat, és szerettük volna, hogy minőségi szolgáltatást tudjunk vendégeink számára biztosítani. Eltelt azóta 10 év, és az álom még mindig nem ért véget, illetve az első már véget érte, valahogyan mindig újra és újra nekiállunk álmodni, és újabb játékokkal, újabb ötletekkel, újabb vízióval lepjük meg saját magunkat és vendégeinket is. És mondhatom, hogy ez a mai átadó egy mérföldkő a Kalandpark életében, hiszen több cél is vezérelt minket, és ezek közül az egyik az az volt, hogy teljes szezonban nyitva tudjunk lenni, és teljes szezon ideje alatt fogadni tudjuk a hozzánk ellátogató kedves vendégeket, legyenek azok családok, iskolák, vagy akár cégek. És ehhez szükségünk volt egy olyan fűthető, nagyon komoly, szép, jó minőségű konferenciateremre, ami az év 12 hónapjában rendelkezésre áll. Hát nekifogtunk, és megkezdődtek itt is a kivitelezések, és hál' Isten azt mondhatom, hogy csúszás nélkül időre be is fejeztük ezt a termet. És hogy milyen célból és miért is jött létre, gyakorlatilag itt nálunk mindenféle rendezvénynek helyszínt tudunk adni. Legyen ez egy céges meeting, egy szeminárium, egy konferencia, egy családi nap, egy baráti összejövetel, egy születésnap, egy esküvő, vagy bármilyen olyan iskolai vagy céges program, amely az elengedhetetlen, hogy egy fedett, klimatizált helységben el tudjanak jönni a vendégeink, és itt a saját kis programjaikat le tudják bonyolítani. Itt nálunk jelen pillanatban 150 férőhelyjel működik ez a konferenciaterem, saját különálló konyhában, ahol akár alakát, akár büfé jelleggel, vagy svédasztalos jelleggel meg tudjuk érkeztetni a hozzánk ellátogató cégeket és családokat, esküvőket. Saját mosdóval, férfi-női mosdóval rendelkezünk, tehát ahhoz sem kell az épületből kimenni, hogy a kisebb, nagyobb, ügyes, bajos dolgokat a vendégek el tudják intézni. És hát mondhatom, hogy ha az étkezésre visszatérünk, úgy gondolom, aki nálunk étkezik, igazi gasztronómiai élményben lesz része. De hogyha egy kicsit már rátértünk arra, hogy ez egy konferenciaterem, mik azok a paraméterek, amelyek azt a célt szolgálják, hogy itt igazán jó minőségben történhessenek meg azok a rendezvények, amit a vendégek idehoznak, a szemináriumok, a meetingek. Mint látod, hogy itt a hátam mögött is egy kicsit önreklám, hogy a saját képeinket vetítjük ki folyamatosan. Rendelkezésre áll egy elektromos kivetítő vászon a hozzátartozó mennyezetbe épített projektorral, és hallható, hogy a hangtechnikát pedig decibelre kiosztva osztottuk el úgy a terem mennyezetén, hogy tiszta és jó minőségű hangélményt nyújthasson az itt tartózkodó vendégek számára. A terem több mint 200 négyzetméter, amihez egy bárpult is tartozik, tehát akár menet közben onnét egy folyamatos kiszolgálással tudjuk biztosítani az italellátást az adott rendezvénynek, és mivel nagy a tér, sokrétűen variálható a berendezése, akár így alakban, akár asztalos jelleggel, mint hogy próbáltuk egy kicsit szemléltetni az elrendezés során is. És nagyon nagy öröm az is számomra, hogy egy újabb álló megszületett, és most bár jelen pillanatban is rendelkezünk közel 80 férőhelyen, ami a szállásokat illeti, ezen a területen szeretnénk még fejlődni, és van terben egy üdülő falu projektünk is, ami a közeljövőben kezdetét is veszi majd, és gyakorlatilag itt nálunk közel 500 fő elhelyezésére lesz majd lehetőség hasonló minőségben, mint amit itt a konferenciateremben látnak. Tehát úgy gondolom, hogy ez az irány mindenképpen az az irány, hogy egy teljes körű palettát és egy teljes körű szolgáltatást tudjunk majd nyújtani a nálunk tartózkodó és a hozzánk készülő vendégeknek egyaránt. És most jött el az idő, hogy köszönetet mondjak, megköszönjem mindenkinek,
az áldozatos munkáját, aki egy picit is részt vett ebben a projektben, és első körben a saját kollégáimnak szeretném megköszönni az áldozatos munkájukat, azért, mert az oké, hogy mi tulajdonosként álmodozunk, ötletelünk és próbáljuk ezeket az álmokat és az ötleteket kivitelezni és megvalósítani, és rendkívül fontos számomra, hogy ugyanilyen álmodozók a kollégáim is, és velünk együtt szintén tudnak álmodozni, és ezért van az, hogy teljes egyetértésben és rendkívül jó hangulatban valósult meg ez a projekt is. Köszönetet szeretnék mondani természetesen azoknak a mesterembereknek, kivitelezőknek, akik a falazatot készítették, a burkolást készítették, a gipszkarton, beszerelték a technikai eszközöket, felmérték, szépítették, építették ezt a konferenciatermet. És hát köszönetet szeretnék mondani a vendégeknek, azoknak is, akik már egyszer ellátogattak hozzánk, és előre azoknak, akik még nem voltak nálunk. Át szeretném adni most a szót Ovádi Péternek, képviselő úrnak, országgyűlési képviselő úrnak, hogy néhány szóval ő is adja át ezt a kis termet. Köszönöm szépen a figyelmet! Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek ezen az ünnepélyes megnyitom. Jágel családot? Bocsánat, biztos? A Jágel családot már nagyon régóta ismerem, és amikor idefele készültem, akkor egy idézet jutott eszembe, és ezt fel is olvasnám. Az élet nagy titka az, hogy nincs nagy titok. Bármi legyen is a célod, elérheted, hajlandó vagy érte tenni. És ez szerintem lehetne egy kicsit a Jágel család politikája is, hiszen amikor 2007-ben megálmodta ezt a kalandparkot, akkor nem sokan hittek benne. Többek között én sem mentem a vitatot, amikor János először elmondta nekem a tervét, akkor mondtam, hogy jó, sok szerencsét hozzá. Olyan vállalkozók, amelyek értéket teremtenek ebbe a közösségbe. És hogyha elindulunk 2009-től, akkor ma már azt veszük észre, hogy 200 ezer látogatója van a kisterdük kalandparknak évente, amire szerintem méltán lehetünk büszkék. És hogyha csak a térséget veszük figyelemben, akkor elmondhatjuk azt, aki a térségbe látogat, de ez beálljuk biztos, hogy jobban tudják azt, hogy mik azok a meghatározó helyek, ahova tudnak menni az emberekbe, hogyha Veszprémet említjük és Telekom Veszprémet, vagy az állatkertet, vagy a Heremi manufaktúrát, akkor biztos, hogy említhetjük Kisvődöt is és a Kisvődi kalandparkot is, hiszen a 200 ezer látogató az önmagáért beszél. Én nagyon szépen köszönöm azt, hogy minden évben újítanak valamit itt a térségben, és nagyon fontos elmondanunk azt is, hogy ezt legtöbbször saját erőből teszik, és azért biztos az, hogy minden évben van egy kis fejlődés itt a kalandparkban. Én nagyon gratulálok nektek, és további sok sikert kívánok. Köszönöm szépen! Szükség van annak érdekében, hogy felhőtlen legyen a szórakozás.
A tapasztalat az, hogy az adrenalinra szükség van, és szükség van arra, hogy az erőlködős játékból átmenjünk az erőlködős mentes élmények felé. Tehát sokan vannak, akik még mindig a drótkötélpályát tartják a favoritnak, és ott szeretnek egy jó két órát eltölteni, a főnök rekednek, akkor mi este szoktunk feladni nekik konzervet. De átváltottunk arra az időre, hogy egy nagy adrenalin fröcske, kevés erőlködéssel, és ebbe az irányba próbálunk fejleszteni. Van egy olyan játéktervünk, ahol a részleteket még elárulni nem szeretném, de gyakorlatilag Európában is egyedülálló. Ez egy légbiciklizés, ahol nagyjából 8-9 méter magasságban lehet majd kerékpározni egy előre megépített pályán. Úgyhogy ez a következő tervünk, de ez már a jövő év fejlesztései közé tartozik. És mert nagyon szeretjük a sajtótájékoztatókat, úgy időzítünk, hogy minden évben legalább egyet tudjunk tartani. Úgyhogy annak az átadója majd valahol jövő év tavaszán várható. Köszönöm. Balázs, említettek, hogy nem csak családoknak, hanem Szürkés Lemezőnének is mondta azt, hogy csapatépítő programot. Hány fülik és milyen típusú játékokat képzelni? Próbáltunk készülni arra, hogy mindenféle létszámot ki tudjunk szolgálni, és stratégiailag erre többféle programmal készülünk. Én legjobban azt szeretem, ha mondjuk egy kis létszám van, és egy csapat versenyzik saját maga ellen. Ennek a legnagyobb a feszültsége, ez egy teljesítménypróba alapú tréning, ahol saját magát kell a csapatnak legyőzni a különböző idő teljesítős feladatokkal, illetve olyan teljesítménypróbákkal egy adott ismétlés számot kell egy bizonyos feladatban végrehajtani. De ez egy közös játék, hiszen a közös játéknál jobb összekovácsol erőt a mai napig még nem találtak ki. Ha nagyobb a létszám, akkor működnek azok a tréningek, hogy 2, 4, 6 vagy akár több csapattal egy állomásos tréninget viszünk véghez, ahol 5, 6, 8 állomást kell teljesíteni. Itt a csapatok egy kicsit egymás ellen is versenyeznek, itt viszont maga a létszám az korlátozott, nagyjából 80-100 főig tudjuk ezt a típusú tréninget lebonyolítani itt a parkban, pontosan azért, hogy a minőség rovására ne menjen a nagy létszám. Ha ennél nagyobb létszám van, akkor pedig a pontgyűjtős tréningek működnek, ahol beépítjük a kalandpark játékait. Nyilvánvalóan az adott létszámot, legyen ez akár egy 500 fős létszám is, ezt csapatokra bontjuk, ha mondjuk 500 főnél maradunk a példakedvéért 50 fős csapatokkal, és az adott csapatok a megadott játékokon tudnak pontokat, matricákat gyűjteni. Itt is van egy közösségi élmény, abból adódóan, hogy egymást bíztatják egy-egy feladat végrehajtására. Nyilván például az ugrópróba, ami 12 méterről le kell ugrani a játékosoknak, szoktam mondani, ugorjatok le egysőrén, nem olyan bonyolult, de azért ki szokott derülni, hogy nem olyan magas alulról a torony, mint amilyen mély körülről, és van, akinek kellett is segítség, hogy onnét legalább visszamászni tudjon, nem leugrani. És azért több pont gyűjtető, tehát gyakorlatilag itt a játék folyamán a csapatok gyűjtögetik a maguk kis pontjait, a játék kötetlen formában zajlik, a park áteresztő képessége lehetővé teszi, hogy akár 500 ezer fő is játssza egyidejűleg ezt a játékot, és a nap végén történik a kiértékelés, ahol az összegyűjtött matrica szám alapján tudjuk megállapítani, hogy egy adott tréningen melyik csapat volt a legeredményesebb. Természetesen van mindig egy szakmai tartalom, ami hozzá kapcsolódik, hiszen valahonnan indul a csapat és valóban érkezni szeretne, és nagyon fontos, hogy ezeket a célokat is meg tudjuk valósítani a tréning folyamán. Úgyhogy ezeknek a szakmai szempontoknak is próbálunk megfelelni. Most azzal, hogy a konferenciaterem elkészült, természetesen belső képzésekre, tréningekre, akár nyelvi oktatásra, vagy bármilyen más jellegű szakmai kompetencia fejlesztésre itt lehetőség van. Úgyhogy ennek is állunk elébe. Egyedülálló esküvő helyszín tudunk lenni. Annál is inkább, mert van egy gyönyörű Bakonyi környezet, amit nem hagyunk figyelmen kívül. Nem tudom, hogy ki mennyire hisz helyek vonzásában, én úgy vagyok fel, hogy a helyeknek már van egy vonzereje alapjáraton. Egyik helynek több, másik helynek kevesebb. És úgy gondolom, hogy mi abban szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ennek a dél-bakonyi vidéknek nagyon nagy energetikai lakott vonzereje. Tehát már van egy jó érzés a vendégeknek, anélkül, hogy játszottak volna bármit is. 30 hektár terület áll rendelkezésünkre, egy 2 hektáros tóval,
és minden adottság, hogy komplett egy esküvőt nálunk le lehessen bonyolítani, hiszen bár kevesen tudnak róla, de az erdő közepén van egy felszentelt kis kápolnánk, ami Csíksomlyói mintájára készült el, és az egy elég egyedülálló esküvő tud lenni, ahol a násznép fölgyalogol szépen az erdei ösvényen a kápolnához, és ott tudja a házaspár kimondani a boldogító igen. És nem egyszer volt arra példa, hogy maga a szertartás is így került lebonyolításra, akár a szigeten, akár a kis szigeten, vagy a parkba, a pákon másút. És ami szintén egyedülálló nálunk, hogy extrém esküvőkre is lehetőség van. Egyszer már elő is fordult az, hogy az ötödélpályán szabadidő nadrágba és kis trikóban mondta ki az ifjú pár az igen. És most egy új tervünk van, ami még eddig nem került megvalósításra, de nagyon örülnénk, ha egy ilyen extrém esküvés megvalósulhatna. Öltönybe szépen, illetve kiöltözve szép ruhába a mennyasszony és a vőlegény becsúszik egy kilométer hosszan a ciplánypályán, és lent, amikor megérkeznek, van ennek meg eléggé kezük lábuk, akkor ott tudják egymást újjára felhúzni a gyűrűt. Úgyhogy egy elérő közül is várjuk a bátor jelentkezőket. Felröppent a hír, hogy Ajkára is beteszi a lápát a Kislődi Kalandpark. Mi igaz ebből? Nagyon szépen köszönöm a kérdést. Ajka nagyon fontos számunkra. Mondhatom, egyik legjobb barátunk Ajka. És nem csak azért, mert sokan érkeznek Ajkára hozzánk, hanem mert tényleg nagyon jó az együttműködésünk, mind az ajkai médiumokkal, mind magával, Ajkavárossal. És azt szokták mondani, hogy az ember a saját hazájában soha nem lehet proféta, és ezért a környező települések, Ajka, Veszprém, Pápa, nekünk valójában azt a célt kell, hogy megvalósítsuk, hogy proféták tudjunk lenni a saját hazánkban, és ezért minden olyan együttműködésre nyitottak vagyunk, ahol támogatni tudjuk ezeket a városokat, akár sportszinten, vagy akár más szinten, és most a gyereknapra gondoltunk. Tavaly is részt vettünk már az ajkai gyereknapon, és most annyiban változik, hogy most egy meglepetéssel is készülünk. Tavaly lézerharcozni tudtak az ajkai gyerekek, most pedig egy mini átcsúszó pályával fogjuk várni az ajkai gyerekeket majd, ahol ki tudják próbálni gyakorlatilag a drótkötél pályának az élményeit. Hát nyilvánvalóan itt a játéknak csak majd az idő szabhatár, mert amikor a rendezvény véget ér, akkor nekünk is muszáj lesz majd tenni a rólokat. Köszönjük.